Én azt szeretném kívánni önöknek, hogy legyen egészségük, legyen erejük, és legyen hitük, hogy a jövőben is tudjanak segíteni. Így köszöntötte a szociális munkát végző szakembereket Horváth Richárd polgármester a 25 éves gyermekvédelmi törvény alkalmából szervezett szakmai napon. Az eseményt a Heves megyei kormányhivatal hatósági főosztály, szociális és gyámügyi osztály vezetője nyitotta meg. Szacsva Ferenc kifejtette, a gyermekvédelmi törvény egy olyan jogszabály, amely nem tud minden problémás helyzetet megoldani. Ezért rendkívül fontos ezen a szociális területen az az emberi és szakmai hozzáállás, amivel jobbá tehetik egy rászoruló gyermek életét. Bár a jogszabály az apropója ennek az összejövetelnek, véleményem szerint sokkal fontosabb az, ami itt most a jogszabály mögött történik, az a szakmai munka, amit a kollégák, a jelenlevő kollégák folytatnak annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson. Az 1997. november 1-én életbe lépő gyermekvédelmi törvény rendszerváltozást hozott a szociális területen dolgozóknak. Erre hívta fel a figyelmet Tóth Zoltán, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Család és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. A törvény nyomán jött létre egy sor új intézmény, például a mai járási illetékességi területen működő gyámhivatalok, minden településen létrejött gyermekjóléti szolgálat vagy gyermekjóléti központ, illetve a korábban működő nagy gyermekvédelmi otthonok, tehát akik már szülő nélkül nevelkedtek, megszűntek, és helyette családi jellegű lakásotthonok jöttek létre, ahol 10-12 fős lakóegységekben éltek a gyermekek. Tóth Zoltán hozzátette, a gyermekvédelmi törvénynek köszönhetően sokat fejlődött a nevelőszülői hálózat is. Az ünnepi eseményen köszöntötték Zsitvai Katalint, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat volt igazgatóját, és Semperger Katalint, a szervezet jelenlegi vezetőjét. A szakmai nap további előadásokkal folytatódott, majd az esemény zárásaként a jelenlévők egy fogadáson vehettek részt.